2019-es tanév ballagási ünnepén tisztelettel köszöntöm tanáraimat, diáktársaimat és minden kedves vendégünket. Ma búcsút vesz iskolánk 8. évfolyamának 46 tanulója. Az új lakis diákok nevében Lukács Bendegúz 7. A osztályos tanuló köszön el a ballagóktól. Kedves ballagó 8-osok! Elérkezett az a nap, amelyre első osztálytól kezdve olyannyira készültetek, a ballagásotok napja. Tavaly még ti díszítettétek az osztálytermeket, a folyosókat, ti gyűjtöttétek a rengeteg virágot, és ti vártátok a legjobban, mikor mehettek már végre haza. Most itt vagyunk újra, de ti ültök díszben, virágok, ajándékok között. Nektek szól a ballagási dal, értetek öltözünk fel ünneplő ruhába. És megtettünk mindent, hogy ez a nap emlékezetes, megható, mégis vidám legyen. Reméljük sikerült elérnünk, hogyha csupán egy pillanatra is, de megforduljon a fejetekben, milyen jó lenne még csak 7-esnek lenni. Eljött a pillanat. Ma itt hagytok bennünket, kiléptek a nagybetűs életbe, ahogy azt mondani szokás, és talán sosem néztek vissza. Kicsit irigykedve, mégis féltő szemmel nézünk rátok. Mától új akadályokat kell átlépnetek,
Lesz nehezebb feladatotok is, mint egy fizika vagy matematika dolgozat megírása legalább kettesre. Mostantól nem vesz körül benneteket iskolánk szeretete, tanáraink óvó tekintete. 8 év hosszú idő. Remélem, csak a szép dolgok maradnak meg emlékezetetekben, és örömmel néztek vissza a régi iskolátokra, hisz itt formálódott egyéniségetek, e sokat látott, sok mindent megért falak között. Számtalan egyéni és közösen átélt élményt tudhatok magatok mögött. Felejthetetlen osztálykirándulásokat, tanulmányi versenyeket, felvételi vizsgákon való megmérettetéseket, a végérthetetlen próbákat a nemzeti ünnepeinkre, sikeres szerepléseket a sportversenyeken. Igaz, a sok tanulásnak és az élet különböző területein való helytállásnak köszönhetően keserű pillanatokat is megízlelhettetek. A megélt öröm és bánat, siker vagy kudarc azonban olyan viszonyt alakított ki köztetek, amelytől talán életre szóló barátságok, bizalmas, meghitt kapcsolatok születhetnek a későbbiekben. Minden egyes élmény, tapasztalatszerzés, legyen az pozitív vagy negatív, az itteni életeteknek velejárói voltak, és észrevétlenül csiszolgatták, formálták osztályközösségetek összetartását, harmóniáját. Sose felejtsétek el, honnan indultatok, és mennyi mindent tettetek azért, hogy eljussatok idáig. Diáktársaim nevében szeretném megköszönni, hogy életkedvetetekkel, szórakoztató, bár néha cinikus humorotokkal megfűszereztétek szürke hétköznapjainkat, és mindig sikerült mosolycsalnotok tanulástól megfáskult arcunkra. Hosszú lenne felsorolni mindazt a rengeteg élményt, amelyben együtt részünk lehetett. Ígérem, megőrizzük a táborok, farsangok, sportversenyek, döknapok, a nagy kosár, illetve röplabda meccsek izgalmas pillanatait, na és persze nem utolsó sorban a templomi karácsonyokon, nyárköszöntőkön felcsendülő X-faktorokat is megszégyenítő tiszta énekhangotokat. Mától életeteknek egy új fejezete kezdődik. Bár elhagyjátok iskolánkat, mi továbbra is örömmel látunk annak falai között benneteket. Bárhová soroljon az élet, egy részetek mindig ide fog tartozni, hiszen itt nőttetek föl, itt kaptátok meg az alapköveket, amikre a továbbiakban akár egész életetek során építhettek majd. Itt maradó diáktársaimmal őszintén reméljük, mindegyik kötöknek sikerül megérkeznie oda, ahová vágyai, céljai vezérlik. Sok sikert kívánunk középiskolai tanulmányaitokhoz, valamint álmaitok megvalósításához. Bár fáj a búcsúzás, de táplálkozzatok az újlakiban szerzett szép emlékekből, és mutassatok példát nekünk hetedikeseknek, akik egy év múlva ugyanott fogunk ülni, ahol most ti. Búcsúztató beszédem egy Vörös Sándor idézettel zárom. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljon jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létre.